Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a TV Pozitív stúdiójában. Gondolat című műsorunkat látják. A stúdióban kedves vendégeink Petrás Mária és Petrás Alina, akik mindketten kerámikus művészek és népdalénekesek. Én pedig Erek Szilvia vagyok. Hát először is Máriához szeretnék fordulni, hiszen az ő életútját, pályafutását, munkásságát végigtekintve nekem mindig egy szó szokott először eszembe jutni, és ez a szó az, hogy küldetés. Amikor hallom őt énekelni, vagy gyönyörködöm a kerámiáiban, akkor az a gondolat szokott megfogalmazódni bennem, hogy amit ő a művészetével képvisel, az tulajdonképpen egy híd, egy kapocs a szülőföld és az újonnan választott hazája között. Nem tudom, hogy én ezt jól érzékelem-e, de első kérdésem erre is vonatkozna, hogy amikor ön elindult valamikor kislánykorában, ugye ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy a moldvai Csángók földjéről származik Mária. Tehát amikor elindult Diószénről, jól mondom? Igen. Valamint Hétfaluból, és először Brassóba került, hogy művészetet tanuljon, majd pedig Brassóból tovább Budapestre, az iparművészeti főiskolára. Akkor vajon gondolt erre, hogy majd valamikor egy ilyen világító lányként fog az ő művészete működni, és itt ebben a szűkebb magyar hazában is egy ennyire hatalmas életműve fogja gazdagítani a magyarságot. Tehát gondolta a küldetésre, benne volt ez ennyire ifjú korában? Gyermekkoromban egyáltalán nem volt semmilyen kilátás, ünnepek voltak, készülődés az ünnepekre, nagyon jól tudta a Csángó ember ezt a készülődést az ünnepekre. Ez volt a legfőbb és legmagasabb cél az én gyermekkoromban, hogy minden nap hétfőtől péntekig, szombatig készülődtünk a vasárnapra, az ünnepre. Nagy álmaink nem nagyon voltak, de ez nagyon szép volt, hogy akkor voltak az ünnepek, voltak a nagyobb ünnepek, mondjuk húsvét, pünkösd, a búcsú, Szent János napján, június 24-én, aztán jött az ősz, több búcsú is volt, de ez volt az én szülőfalumban, akkor jött ősszel a Szent Ferenc, akkor volt édesanyám szülőfalujába, Klézsén a búcsú. Ezek eltálták, ősszel voltak lakodalmak, az is egy felemelő valami volt, mert mulatságok, szép volt nagyon, kimegy férhez, milyen szép a mennyasszony, a mennyasszonyok. És aztán jött az advent, és készülődtünk a karácsonyra, és utána az új esztendőre. Ezek voltak a így kiemelkedő, hogy úgy átlátta az ember, és mindig valamelyikre készülődött, nagy bődbe a húsvétra, mert úgy volt a szokás, hogy egy ruhadarabot vartunk, vagy kaptunk, vagy mindig valamivel megújult külsőleg is az ember. Ezek voltak a legfőbb célok, amikre készülöttünk. Aztán, ahogy nőttem, én elmentem egy szakiskolába, nem művészeti iskolába először, nem is lett volna lehetőségem, egy szakiskolába mentem el Hétfaluba, hat más lányjal együtt, és először, amikor elmentünk, akkor körülbelül 15 kísérünk volt, mert először mentünk el ilyen sokon, ilyen messze. Egy zárt világ volt még az én gyermekkoromban, lánykoromban is. És aztán ott maradtam, és egy év után jelentkeztem esti iskolába, mert olyan volt már,
csak, a többi művészeti iskola már megszűnt, és népfőiskola, de úgy, hogy minden nap tanultunk délután. És ott végeztem grafikát Klement Béla osztályába. És aztán, hát közben nekem családom lett, gyerekeim, és csak 90-ben, mikor változott sok minden, akkor adódott egy olyan alkalom, hogy eljöjjünk Magyarországra, akkor lett útlevelem is először, kaphattam útlevelet, és eljöttünk Magyarországra meghívásra, 90 júniusában, a Domkos Pál Péter bácsi 89. születésére. És akkor itt szerveztek egy ünnepséget, szintén egy ilyen csoporttól eljöttünk, Sepsiszentgyörgyi Örül Hétfaluból, hát ugye összegyűltünk egy páron, meg voltunk hívva. Én akkor jöttem először. És én akkor készítettem egy néhány rajzot, mert akkoriban esett nekem kézben, Nisztartinka adta ide nekem kölcsön a rezedaj gyűjtését. Neki már valaki adta ajándékba, és ő tovább adta nekem is, hogy megnézegessem, és én akkor annyira elcsodálkoztam, hogy hidló végén, padló végén az én szülőfalumban gyűjtött el Domokos Pál Péter bácsim. És én a rezeda mellé, gyűjtése mellé csináltam rajzokat. És én ezt hoztam ajándékba, és a szervezők meglátták, és én is kaptam meghívást tovább tanulásra Magyarországon. És így kezdődött. De akkor én még nem láthattam azt, hogy mi lesz ebből, mert legfőképpen arra gondoltam, hogy helyt tudjak állni ott, ahol vagyok, vagy akkor még nem álmodoztunk ilyenekre. Akkor inkább arról álmodoztunk, hogy hát, ha megváltozik a csángó világban valami. Mert akkor történt meg az 89 végén, 90-es évek elején, 90-ben, akkor az első hónapokban, hogy összegyűltünk Sepsiszentgyörgyön, megalakult a csángó szervezet, és én először azt gondoltam, hogy politizálni kell, harcolni a jogainkért. Közben én tanultam is itt írni, olvasni magyarul, felkészülődött mindenki, már többünket meghívtak, akkor 12 csángót meghívtak egy előkészítő intézetbe itt a Budaörsi úton, volt egy nemzetközi előkészítő intézet, az már réges-rég volt, még az előző időkben is, és oda jöttek a külföldi diákok tanulni és felkészülni a magyar egyetemekre, és minket oda tettek be előkészítőre. Akkor még nem álmodozhatott az ember, de tényleg én inkább arra gondoltam, hogy valamit kéne változtatni otthon. Aztán kiderült egy pár év alatt, hogy ez nem olyan egyszerű. Évszázadok kiestek Csángóföld életéből, történelméből, és ez nem egy olyan könnyű dolog, hogy egy-két év alatt ott meg lehet változni. Viszont nagyon sok minden változott jó irányba is, és aztán ez a gyors vihor, ami átsepri az egész világot, ez ott is, oda is bejutott, úgyhogy negatív, pozitív történések, változások vannak egyfajtában. És aztán egy jó páron ebből a csoportból megtaláltuk a helyünket, hogy ebbe az egész történésbe, ebbe az egész nagy változásba mi a dolgunk. Én úgy érzem, hogy néhányan megtaláltuk azt a feladatot, amit nem mondom, hogy küldetés, de valamilyen
módon ez is. Én nem akarok nagyképű lenni. Én szeretnék valamit abból a világból megtartani, lefordítani az én nyelvemre, a kifejező nyelvemre, és továbbadni. Ennyit tudok. Aztán, hogy ez mennyire jut tovább, mennyire fog érvényesülni, azt nem tudom, de én azt hiszem, hogy ez nem az én dolgom. Hát azt hiszem, hogy a továbbadásra rögtön rátérhetünk, hiszen aki ön mellett ül, nem más, mint a saját leánya, Alina, és akkor most hozzá is fordulnék, hogy az ő pályakezdése vajon hogyan indult? Hát gondolom, hogy ahogy én ezt el tudom képzelni, édesanyja mellett nyilván egy műhelyben töltötte a gyerekkorát, és azt is el tudom képzelni, hogy sok gyönyörű dallam, népdal között, vagy hallatán nőtt fel. Most mennyire volt az nyilvánvaló, amikor elindult a pályán, hogy ugyanezt fogja folytatni, amit édesanyja elkezdett, vagy esetleg valami mást kezdett volna? Hát én teljesen mást képzeltem el. Én humán szakközépiskolába jártam, egészségügyi osztályba, én orvos akartam lenni, sebész, így indultam, hát nem lettem az. Hát úgy hozta az élet, hogy a Jóisten úgy terelte a dolgokat, hogy rájöttem, hogy nem nekem való a kórházi munka, nem azért, mert nem szerettem, hanem túlságosan is megviseltek az ottani dolgok, nem tudtam úgy feldolgozni. És hát úgy nem lehet segíteni úgy igazán az embereknek, a betegeknek, hogy közben én is megbetegszem lelkileg, úgyhogy édesanyám is támogatott abban, hogy jó, gondolkozzál, addig gyere, segítesz nekem a műhelybe, amíg kitalálod, hogy mégis soha nem erőltette az, hogy én ezt válasszam, hogy ezt a pályát, hogy folytassam az ő munkásságát. De hát nyilván, amíg gondolkoztam, addig megkerestem ugye a kenyeremet, hogy édesanyámnak segítkeztem, amiben csak tudtam. És hát elkezdtem én is ilyen kis ajándéktárgyakat készíteni a barátoknak ajándékba, hogy ha már ott van, akkor miért ne csináljam. És 2002-ben jöttek édesanyám kiállítási anyagáért, és akkor meglátták, ott voltak a műhelyben az én kis apró tárgyaim. És akkor mondták, hogy hát ezt is kérik, hogy hát azt is kiállítanák. És akkor édesanyám mondta, hogy de ezek a lányom munkái, nem az enyémek. És akkor így egyből, jó, akkor a következő kiállítás, akkor ott ilyet én meg. Úgyhogy így jött. És akkor úgy rájöttem, hogy hát az, akkor nekem ezt kell csinálni. Hát azért vannak előzményei is ennek, mert mikor kicsi volt, akkor nagyon szépen rajzolt, mindig nagyon szépen rajzolt, és díjat is kapott megyei. Szóval, csuda szépen rajzolt gyermekkorában. Mondjuk egy ilyen rajz, ami nyert egy pályázaton, azon a járdán fekvá voltak az emberek, de csuda szép volt. Egy kicsit ilyen egyiptomi képek jutottak nekem már eszembe. És még kiegészíteném, amit mondott, hogy úgy kezdődött, csak lehet, hogy ő egy kicsit elfelejti, hogy ő soha nem fog kerámikus lenni, vagy engem soha nem fog követni, mert ez nagyon nehéz. És én nem is mondtam, igaza van, hát nagyon nehéz. De sok mindenbe kellett segíteni, mert én úgy neveltem őket, hogy úgy nőttünk fel mi is, és az én gyermekeimet is úgy,
úgy neveltem, hogy mindenbe segíteni kellett. Én úgy jártam az iparművészeti iskolára itt Magyarországon, utána a mesterképzőre, hogy közben volt a két kicsi gyermekem, volt egy kötetlen munkaidős munkahelyem, grafikus voltam a elektromos műveknél, és volt egy nagy ünnepsége, nem tudom, 150 éve, hogy megalapították az elektromos műveket Magyarországon, azt hiszem nem tévedek, és minden áldott ottani dolgozónak és minden nyugdíjasának oklevelet kellett írjak. És mindent Alina vonalzott meg, mert nekem arra nem lett volna időm, hogy szépen kaligrafikusan, díszes írással megírom, de hogy én azt nagyon finoman, alig így sejem látszatú vonalokat kellett húzzon, hogy ne csúszok el. Én ezt a 3500-ot mindő vonolozta meg, vagy sok más mindent, hogy én nekem sok mindenre nem volt türelmem. Megmintáztam valamit, de valahol kellett egy kis mázas csík, hogy arra fessek majd a nemes fénypatinával, miután kiégettem. Én ezekhez nekem nem volt türelmem. Ezeket ügyes kéz, bárki meg tudja, vannak olyan részek, amiket bárki meg tud csinálni, és akkor én ezekben minden vontam, és hagytam, hogy ő gondolkodjon úgy, ahogy akar. Ezt nem mondta, hogy aztán a gyógy és aroma növényt tanult tovább, az is elmaradott. És a legfontosabb munkája, ami egy felcsillant, hogy ebből lesz valami édesanyámnak, ő ezek az vagy szerénységből, vagy elfelejtette, nem mondja, édesanyámnak egy házikult épített, minden falán domborművek, nagyon szép az ő stílusába, ilyen szentkép megjelenések, vagy szentek megjelenése, és a házikó tetején egy arany kereszt, és ottul lehet megfogni a házikó tetejét, és felemelni olyan, mint egy fedő. Édesanyámnak édesanyámnak a rózsafüzér tartója. Ez volt az első munkája, ami nekem is nagyon tetszett, mert teljesen az ő elképzelése volt. Akkor a rózsafüzér házat épített édesanyámnak, és édesanyám nagyon boldog volt. Ajándékban csinálta, ez volt az első. Ez nem is volt nálunk már a műhelyben, mert ő hazavitte édesanyámnak. Azóta édesanyám meghalt, úgyhogy visszakerült a rózsafüzér ház. Hát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy most helyette, de vagy szerény, vagy én úgy éreztem, hogy ezt el kell mondani. Ez nagyon fontos volt, mert akkor ebből megtudtuk, hogy egyrészt, hogy ugye édesanyja volt a legfőbb, és talán az egyedüli igazi mester, másrészt azt, hogy hát az apró munkát is meg kellett tanulni, és hát ennél jobb helyen nem tanulhatta volna ezt meg. Egyébként hadd kérdezzem meg, hogy milyen érzés egy ilyen mester keze alatt felnőni, tehát biztos, hogy fantasztikus, de gondolom, hogy vannak ennek azért néha negatív árnyalatai is, hiszen az embernek a saját édesanyja mondja el a kritikát, nyugodtan. Akkor nem biztos, hogy olyan könnyen elfogadja. Tehát ez hogy élte meg? Hát volt pár vitánk, az biztos. Inkább az, hogy én mikor tanítani próbál, van, hogy én nagyon csökönyös vagyok, és ezt mindig megkapom, hogy önfejű vagyok, és nem hallgatom meg. Aztán próbálom úgy az én elképzelésem szerint, aztán rájövök, hogy igenis igaza volt. Nyilván igaza van, mert ő jobban tudja. De talán így tudott úgy igazán kialakulni az én saját stílusa, ugye, és a saját világa, és hát nyilván a mesternek is senki stílusával nem lehet beleszólni, meg befolyásolni se annyira.
Én még máshonnan vettem a mintát, mert én a rajztanárom is, amikor valamit korrigált, én úgy tartottam, mint egy erekét azt a rajzat, ahova bejavított a tanár. A Klement Béla is. Ő egy másik ceruzával, amit már nem lehetett kitörölni, nem tudom, tinta ceruza, vagy hogy hívják, hogy ha megnedvesedik, akkor még jobban megerősödik. Ő egy olyan ceruzával javított, és én azt annyira, én nem hogy elhárítottam azt, amit a tanár, hanem én nagyon hálás voltam, mert nem mindenkinek korrigált. Ahol úgy érezte, hogy nem érdemes, nem, ott nem is korrigált, azt csak megdicsérte. De én a mesterekre mindig felnéztem, és emiatt talán vannak nekünk vitáink, mert ő biztos magával. Lehet, hogy az, hogy anya, lánya, nem tudom. Hát biztos, hogy nem olyan könnyű. Az az igazság, hogy amikor én gyermek voltam, vagy fiatal voltam, egy más világ volt, és a nézők között is kell, hogy legyenek olyanok, akik még a régi világra emlékeznek, hogy amit egy idősebb mondott, az annak volt súlya. Ma megfordult a világ, vagy sok minden, nem is kommentálom, hogy fordult meg, mindnyájan látjuk. Ahogy idősödünk, már nincs olyan súlya annak, amit mondunk. Megfordult a világ. Igen, és hát sokszor a fiatalok mondják meg az idősebbeknek, hogy mit tegyenek. Csak szerintem ez is benne van. Igen. Nem, ez már a világ ilyen, hogy sok mindent nem fogod el, és sok mindent nem is értékel annyira. Kérésemre hoztak néhány gyönyörű kerámiát mindketten. Megmutatnánk ezekből néhányat, amelyeket elsőre fel tudnánk mutatni a kamerába is. Először talán Mária műveiből nézzünk, meg hát majd természetesen Alináit is. Melyiket mutassuk fel? Mit javasol? Ez egy ilyen Máriácska, kis Jézussal, akkor itt egy, nem hoztam Baba Máriát, van egy olyan Baba Mária fogalom, úgy hívom én, hogy az én Baba Máriám, az én elképzelésem után, amikor kicsi, azt elfelejtettem hozni, amikor még kicsi gyermek voltam, még szokás volt nálunk, hogy katrincába jártak, lepel szaknyába, még mésnap is, munkanap is, és itt szét volt választva egy oldalt, mert mivel lepel szaknya, és akkor azt félre engedték, alul volt a pendeje, a hosszú ingnek az alsó része, pendejnek hívták, és oda betették a kicsi gyermeket így, ide. És közben tudtak bármit csinálni, mert az leereszkedett így a pendej le, és akkor ott volt a kicsi gyermek, közben játszott, vagy még el is aludt, így neki feküdt a anya lábának így, és én azt összehoztam, mert én úgy éreztem, hogy gyermekkoromban ez a legjobb hely a világon, és ezt összehoztam evel a fogalommal, a Baba Mária, és akkor itt mintázom meg, hogy itt a pendelyben van a kicsi gyermek. Tehát az őrző, Mária. Őrző, igen, és én, óvó. Őrző, óvó, az életednek a helye, itt úgy éreztem én, és akkor most elfelejtettem, hozzak egy olyant, mert kevés munkát hoztak. Mutassunk még meg néhányat. Általában szakrális témájú dolgokat, itt egy ilyen kerúb, hat szárnyal szokták régen ábrázolni, egy ilyen magasabb rendű angyal, és én csak szimbolikusan bezárom így szívbe, egy, kettő, három szárnya, de régen úgy szokták ábrázolni, hogy két szárnya így viszintesen van, két szárny lefelé szív alakulva zárul eszes, kettő így fentre, igen, így bizánci stílusú
festményekben is lehet találkozni vele. Igen, és akkor látom, hogy Baba Mária, csak nincs lent a kicsi gyermeke, és akkor Alinának. És Alinának még néhány alkotása van itt. Élek. Ugye azt jól látom, hogy Mária elsősorban a bibliai témákat szokta alapul venni, és nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy ahogy említettem, nagyon sok középkori, sőt, még régebbi vonást is látunk ezekben az alkotásokban, mégis ott van a szülőföld üzenete is mindegyiken. Tehát ezek a gyönyörű virágmotívumok, a természetesség, a természetközeliség, az a vallásosság. Az az igazság, hogy én szinte szakrális témájú dolgokat, vagy témákat szeretek, mert az én gyermekkoromban a ünnep volt a legfő és a legmagasabb valami, amit vártunk. És az ünnepekkor régen másképp volt a Szent Mise szertartása. Sokkal hosszadalmasabb, és sok most leegyszerűsített a miséket, vagy a liturgiát, de régen rengeteg időt szentelták arra, hogy készítik elő az egészet, horongzugás, rengeteg tömegek népviseletbe, ének, orgona, csengetjük is a minisztránsok, és a tömény füst. Ez az egész pompás, minden pompás volt, hiába volt a szegénység, vasárnap úgy kiöltözött mindenki, és a népviseleteket el lehet képzelni, hogy milyen kiemelkedőek, szóval senki nem akar háttérbe szorulni, mindenki szebbnél szebb ruhába, és ha énekeltünk, akkor ahogy csak bírta a torkuk, úgy énekeltek, nem, hogy finoman, hogy az is hallatszódjon. Nem, mindenki amekkora hanggal csak tudta, milyen szépen csak tudta, úgy énekeltünk, és az a tömjényfüst így emelkedett. Én, nekem mindig eszembe jut, ha látom ezeket a csillagos színeket, akkor ezekkel úgy próbálom azt, amit, mert van egy kompozíció, az van, de hogy azt a valami, azt a csodát, ami volt ezeken a szertartásokon, az csak színekkel tudom csak megidézni, nem tudom elmondani, csak megidézni és valahogy sugallani, hogy régen megadták a módját, és volt is eredménye annak, hogy megadták a módját. Ez kisugárzott az a megfoghatatlan, magas erő, ami összeköti az embert az égiekkel. Ezt én a legmagasabbnak tartom abban a régi kultúrában, mert nálunk még a régi magyar kultúra maradott meg, és ennél magasabbat én nem tudok, felemelőbbet nem tudok, mert én azt gondolom, hogy arra kell törekedjen az ember, hogy valami ember fölött itt megérintsen, megéljen, abba kapaszkodjon. Én így látom a világot. Hát ennél szebb üzenetet nem is mondhatott volna kedves nézőinknek, és hát magunknak sem. Tehát akkor visszatérve ezekhez az alkotásokhoz, akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mindegyiket ünnepbe öltöztette, ugye, a figuráit. Na most egy pillanatra nézzük meg akkor Alinának is néhány gyönyörű művét. Hát így fölmutatnám a kamerába, vagy esetleg Alina, te fölmutatnád. Meg itt van még egy. Ezek tulipánok. Igen, a kezemben is tulipán tartok. Ebben egy kicsit így belecsempésztem még az életfa motivumot is. Opa, kamerában. Igen, és akkor én is hoztam ám egy nagyon szépet, ami az én saját hálószobám falán függ, és meg kell, hogy mondjam, hogy szinte nincs olyan nap, hogy ne
állnék meg előtte néhány másodpercre, és ne próbálnám ezt a fantasztikus erőt és természeti energiát magamba szívni, ami ebből a képből árad az ember felé. Ugye, ha összehasonlítjuk édesanyja munkáival, én úgy látom, hogy itt elsősorban a régi ősi magyar motivumokat, szimbólumokat használja Adina. Igen. Mennyire tudatosan alakul, gondolom, hogy tudatos, de kezdettől fogva ez volt a választása, hogy inkább ezeket használja, és a másik kérdésem az, hogy ez zsigerileg benne volt a lelkében, szívében, vagy meg kellett külön tanulni ezeket? Már az elején ezekkel kezdtem, mindig is érdekelt a jelképeknek a jelentése, és volt, ami csak úgy megtetszett, és mindig utána olvastam, hogy ez mit jelent, az mit jelent, hogy miért fog meg egy bizonyos jelkép. És természetesen ezeket tanulmányozni kellett, hogy pontosan melyik mit jelent, hogy lehet őket úgy ábrázolni, hogy ugye a mai világba is úgy átvigyem. Igen, hát ugye egy életfával itt mi, főleg egy kisgyerek, de akár egy felnőtt is, hol találkozhat? Tehát leginkább a népmesékben, népdalokban, még a népművészet bizonyos ágaiban, de nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent egy életfa. Hát a régi ember bekerítette magát, mert a kapukon, forogásokon az életfa ott volt mindenhol, a nap, a hold, ezek a motivumok mindenhol ott voltak, volt jelentőségük, és nem mindig beszéltek. Az tudta, hogy ott kell legyen, sok mindent nem beszéltek róla, de tudták, hogy erőt hordoznak ezek a jelképek, és ezekkel bekerítették. Napokat is szokott Alina mindenféle napokat csinálni. Igen, és régen védték is magukat, nem a székely kapukon is ott vannak a napok. Lángoló, igen, a lángoló nap. A motivum, hogy aki átlépi, bemegy a kapun belőre, ilyen tisztító jellegűek voltak ezek a motivumok, erőt adó jellegű, akkor a rosszot hárító, sok beteg. Az ember meg bekerítette magát, és olyan volt, mint egy bástya körül volt véve ilyen dolgokkal. Én emlékszem, kicsi gyermek voltam, és mikor a báránynak is a fülére tettek ilyen kis csingotákat, úgy hívtuk mi, hogy hívják át? Itt elfelejtettem, hogy hívják Magyarországon a csinkotát. Igen. Nem hallottam még ezt a szót, úgyhogy nem gyerünk. Igen, hát ez egy régi szó. Fonálból csináltak egy ilyen kis mosnit, mondjuk úgy. Nem mosni, hanem ilyen cérnából. Bojt. Bojt. Kis bojtokat tettek a kisbárány fülére. Az ostorra, amivel irányították az állatokat. A tehénnek a homlokára tettek egy ilyen nagy bojtot, és mind piros volt. Ilyen piros, tűzpiros, még egy kicsit olyan ciklamen színűt is, és úgy hitték, hogy ez elhárítja a rosszat. Nem engedi a rossz, hogy a rossz megszállja a tehenet, a bárányt, a házat, a kicsi gyermeket. Hát, hogy igézet nem fogja. Igen. Sok apróság. Ma ezek sajnos kivesztek, de a régi ember ezekben nagyon hitt. És hitte azt is, hogy semmi rossz nem éri. Nem fogja érni. Ez egy ilyen állandó erőforrás volt. Körülötte is, benne is, fentről lefelé.
visszafelé időbe, előre időbe, mert hittek, arra készültek a következő életre, a túlvilágra készülődtek. Ez egy akkora tartást ad az embernek, hogy a mai emberrel se tudja képzelni. Igen, ez az, amit meg kellene újból tanulni. Hát meg kell. Én látok Magyarországon egy olyan vékony réteg, nem tudom mondani, hogy vastag réteg, de egy vékony réteget, amely annyira fogékony erre a valamire, és készülődik, és tisztul, tanul, fejlődik állandóan. Én úgy látom, és azt gondolom, hogy azért is vagyunk itt, hogy van igény ilyen dolgokra. Én csak ilyen napsütésnek tudom látni a jövőt, szépnek. Nagy de örülök, hogy ilyen pozitív gondolatokat közvetít, és szerintem nézőink is ilyen gondolatokat várnak tőlünk. Úgyhogy most térjünk rá az éneklésre is, ami szintén nagyon fontos mindkettőjük életében. Hogy kezdődött ez az éneklés? Először Máriát kérdezem. Az éneklés ott volt a mindennapjaimban. Kicsi gyermekkoromban mindig oda térek vissza, mert nem álmodozom a jövőről, hanem mindig vissza kell térjek valamihez, ami már volt, valami konkrétum. És minden este az én gyermekkoromban, lánykoromban is minden este volt vecsernye. Mi azt még misénél is, vagy a liturgiánál is jobban szerettük a vecsernét, az minden este volt, minden áldott este, és mert az ének volt az elejétől a végéig, szinte ének volt. Latin gregoriánok is, ha sok mindent nem értettük, de tudtuk, hogy miről szól, Isten dicséretéről szól, kívülről tudtuk. Néha egy szót lemaradott, vagy eltorzult, de az lényegtelen volt, a hang volt a legfontosabb nekünk, hogy szép legyen a dallam és a hang. És így tanultunk. Aztán volt az iskolában is, mezőn, hegyen, de az olyan volt, hogy volt, amikor nem volt, guzsolyosabb vagy. De állandó ez volt, ez az éneklés, hogy minden este mentünk vecsernére, és énekeltünk. Néha úgy éreztem, ha ünnep volt, hogy minden estül felemelkedünk. Olyan csodálatos volt együtt énekelni. Mert az, hogy valaki énekel egyedül, az egy külön dolog, az egy más dolog. De az a legmagasabb, az a legfantasztikusabb, mikor együtt úgy énekelsz, hogy tényleg nem túlzás, hogy néha úgy éreztem, hogy felemelkedünk minden estől, olyan csodálatos volt. Én innen tudom kezdeni. Sokan mondták, hogy milyen szépen énekelnek a csangó asszonyok, vagy... De azt képzeljék el, egy gyakorlat, hogy minden áldott, azt a gyakorlatot, hogy minden áldott nap, mert szerintem az a legfontosabb, nem az, hogy egyszerre hétbe vagy egy hónapban eszünkbe jut, hogy énekeljünk, az, hogy minden nap, nem azért gyakorolod, hogy tökéletes legyen, azért, hogy fel tudjál emelkedni. Az több onnál, hogy csak pusztán énekel valaki. És ez szerintem átment úgy a génekbe, és továbbadták, és gyerekek is csodálatosan, még most is nagyon szépen énekelnek, csángóföldi gyerekek. És hát ezt akkor átadta Alinának is. Hát mind a két gyermekem, jártok Esztergomba, bocsánat, hogy ennyit beszélek, de én el tudom engedni magamat, elnézést kérek. Esztergomba, csak ő nem akar beszélni. Igen. Nem. Elmondom. Mondjad. Mi testvéremmel együtt jártunk a Esztergomba, a Liszt Ferenc ifjúsági vegyes kórusba. Ott nagyon-nagyon szerettünk énekelni mindig is. Testvérem gitározik, és otthon is sokszor így, mikor csak úgy kedvünk támadt, akkor egy családi kis bandásartunk műsort, és akkor együtt énekeltünk. De ugye a népdal éneklést az édesanyjától tanultam. Igen, az
De azt akartam mondani, hogy kórusba jártak, 4 szolistája volt, vegyes kórus volt, egész Európát bejártak, aranyérmesek is voltak. És 4 szolistából 2 az én gyerekem volt. Csak hát ilyen egy anya, még na, eldicsekszik, elnézést kérek. Most jó esett, jó hát esett, ez, persze. Ez természetes. És hát akkor, ahogy ugye szerintem a kedves nézők közül is sokan hallották önöket énekelni, hiszen szerte az országban, sőt határon túl is fölléptek rendszeresen, most is gondolom még vannak ilyen fellépések, együttesekkel is, szólóban is. Igen. Tehát hát a muzsikással, a Tatros együttessel is voltam nagyon sok helyen, külföldre is, még az Urgóval is voltam, amikor ők indultak, meg Spanyolországba is a muzsikással, nagyon sok helyen, a Dél-Koreától, New Yorkig és Tokiótól, nem tudom, hát Európát is turnékra, nagyon sok helyen voltunk. És még leszünk, ameddig lesz igény rá. Megkérhetjük önöket, hogy akkor most itt a stúdióban és ebből egy kis ízelítőt mutassanak be, legyenek szívesek. Igen. Mi nem készülöttünk most, hanem így, ahogy jön, egy balladát el fogunk énekelni, ennek sugybar-sugybar van rá egy sziszegőset, akkor és egy járki lábam járki most. Most szenteset nem énekelünk, jó? Szúgyvar, szúgyvar, balalanga szép ilona. Szúgyvar, szúgyvar, bal az ablakba varvala. Szímzi, szímzi, bal a divízi szelemben. Szőti, szőti, bal a szűrű könyveivel. Bágyi, mindez bágyi, mint csak attól félek. Züller, dőzugásztól, vadgalam szullasztól. Feltekített gyászba, béborult esztendő. Kibelj az én szívem, nem örvendezendő. Járt ki lábam, járt ki most, nem parancsa senki most. Járt ki lábam, járt ki most, mert nem lássa senki most. S az én lábam úgy kijárja, hogy a rózsám alig várja. S az én lábam úgy kijárja, hogy a rózsám alig várja. A sarkantyum tarija rózsával van kirakva. A sarkantyum tarija rózsával van kirakva. Ha az most megpendülne, s az én rózsám úgy szeretne. Ha az most megpendülne, s az én rózsám úgy szeretne. Hát nagyon szépen köszönöm ezt a szívmelengető éneklést, és én teljesen azt éreztem, amit az előbb Mária elmesélt, hogy összecsengette a lelkük és a szívük, és én azt hiszem, hogy ezt a nézők is nagyon, nagyon így hallották. Úgyhogy én nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen. Mi köszönjük, és hát kívánok továbbra is nagyon sok erőt, derűt és szeretetet, és azt, hogy továbbra is ilyen gyönyörű alkotásokkal szerezzenek nekünk sok-sok örömet. Nagyon szépen köszönjük. Üdvözöljük a nézőket. Kedves nézőink, búcsúzunk mai műsorunkkal, legközelebb hamarosan találkozunk. Viszontlátásra!